Hello. Most az van, hogy elhagytam a kocsi kulcsot szerintem valahol a hóba. Azt sem tudom, hol vagyunk. Leo, bocsi. Ez olyan, mint a halál. Ez itt a kezembe egy csodálatos dolog, ami nem más, mint Leo kulcsa. Hát az a helyzet, hogy nem azért csodálatos, mert Leo kulcsa, hanem azért, mert megvan. Úristen, Csongi, elhagytad. Az életben örülsz sok mindennek, annak, hogy lesz egy barátnőd, annak, hogy szakítasz vele, és annak is, hogy megmarad a kocsi kulcsod, mert egyébként ez volt életem egyik legnagyobb öröme. Van egy sztorim, amit el kell meséljek, sőt, felvételek is vannak róla, mert levideóztam, csak sosem került ki, mert azt mondtam, hogy ennyire hülye nem lesz Csongi ezt szégyen kirakni. De a mai nap kirakjuk, úgyhogy hajó rájuk és látszok, hogy Csongi vagyok, és kezdjük a videót. Úgyhogy vegyétek úgy, hogy ez az egyik legszikibb sztori, ami nekem létezik, mert több haverom előtt is beégettem magam, és nem úgy, mint a TikTokon, amikor szokták mondani, hogy dolgok, amiket elhagytam 2019-ben. A félelmeim. A szürke kabátomat. De vicces vagyok. A mai videónk témája dolgok, amiket elhagytak az emberek, és soha nem gondolták volna, hogy visszaszerzik. De lássuk, hogy mennyire vagytok kíváncsiak. Előbb nézzük a cikket, vagy egyszer a sztorit? Hát a sztorit azt majd hagyjuk a végére, ugye? Ha azt akarod, hogy egyszer megmutassam a sztorit, hogyan hagytam el a kulcsot, és hogyan találtam meg, iratkozz fel a csatornára, ja várj, ha már feliratkoztál, akkor nyomj egy olyan lájkot. Szóval! És meg is érkeztünk, itt vagyunk most Kovásznán, Messi is otthon éppen keres valamit, nem vagyunk a legboldogabb, és hát én igen, de mindjárt elmondom. Ugye Szányi ugye már elment a hó, és gondoltuk, hogy utána menjünk. Kijöttünk vízesés megnézni, és hogyha ez nem elég nyilvánvaló, ezeket a cuccaink, a zsebemből vettem ki az összeset, bezártam az autót, és nem tudom, hogy a kocsikulcsot hova raktam, az összes zsebem megnéztem, mindegyik üres, a Messi is üres, és nincs meg a kocsikulcsunk! Szóval most éppen itt fagyunk meg, még a vízesésnél sem voltunk, és keressük, de sehol sincs. Na itt volt az, amikor még viccesnek tűnt az egész, próbáltam poénra fogni. De 40 perc keresés után rájöttem, hogy muszáj leszek felhívni valakit, hogy ne fagyjunk meg. Nekem már fáznak az ujjaim. Halló? Kijöttünk Kovásznára, mert akartunk egy képet csinálni, és most az van, hogy elhagytam a kocsi kulcsot szerintem valahol a hóba. Nem beleragadtunk, elhagytam a kocsi kulcsot, és itt vagyunk kint a kocsin kívül, kipakoltuk az összes zsebünket, ott van az autón, és nincs meg a kulcs. Kint vagyunk halál nagy hóba, és nem tudom, hol a kocsi kulcsom. Azt sem tudom, hol vagyunk. Várjál, GP, hol a telefonom? A kezedben. A kezem. Tündérvölgy, tudod, Kovásznak felett itt, hogy jössz egyből. Itt vagyunk az út szélén. Igen, de két kulcs van, csak a másik kulcs az Pesten van. Jó, megköszönöm. Hogy mondjam, egy ilyet általában videóban meg szoktak játszani, jaj Istenem, elhagytam a kocsi kulcsom, de hogy értsétek, meg van fagyva az összes kezem. Tényleg nincs, szóval ez már nem vicces. Jézusom, baszki, hogy... Csak úgy megmondom nektek, a mai nap az úgy indult, hogy szeretnénk lőni pár képet, és semmi extra. Várjál már, mert mi valahol hol voltunk? Honnan jöttünk egyelőre? Kocsi alatt sincs vajon? Sehol sincs. Ó, baszki. Ezt nem hiszem el. Lőjük már egy időszképet, elhagytuk az autót. Mi? Nem az autót, az autó itt van. Az a baj, hogy ha nem találjuk meg, akkor nem tudom, hogy menjünk vissza. Megfagyunk. De nem úgy, nem fagyunk meg, mert szerencsére jönnek Áronék, és ha futunk, az működik. Gyere, futás! Így. De hova rakhattuk akkor? Most már több mint egy órája keresünk a hidegben, és a nap is egyre kevésbé kacsintott ránk. Szóval igen, kezdtem felfogni, hogy ez nem vicc, és lehet, hogy tényleg nem fogjuk megtalálni. Te várjál már, az autóban nem hagyhattuk amúgy? Mármint belül, és akkor bezárodott magától. Én nem látom sehol, az a baj, várjál. A izébe biztos nincs, ugye az ülésen. Csak akkor most mi van? Nem tudom. De legalább szép a háttér, nézzétek? Hát igen, Csongi, benne sosem lehet csalódni. Mi legyen? Megmutatom még egyszer. Jó, ezek csak gombok. Még gomb. Törjük fel a saját autómat, hogy mit csinálunk? De be fog riasztani. Nem bírom, na, nem bírom, nem jó. Hova lettél? Ebbe sincs semmi. Arra tisztán emlékszem, hogy bezártam az autót, csak arra nem emlékszem, hogy utána mit csináltam a kocsi kulcsal. De várj, ha bezártam az autót, akkor elméletileg kint kell legyen, ugye? Á, nagyon fáj a lábam. Nekem is fáj mindenem, de nincsenek másik zsebben, nincs mi? Öltöz vissza, nem fogsz fázni. Az a baj, eddig próbáltam poénra fogni, hogy jó, majd megtaláljuk, de óra, amíg ide érnek Áronék, de még jó, hogy egyáltalán jönnek. Utána sok fogom tudni, mit csinálunk. Leo! Leo, bocsi. Baszki, és mi van? Tényleg itt kell hagyjuk. De aztán 2,5 óra keresés után végre... Nem. Nem találtuk meg a kulcsot. De legalább megjöttek Áronék. Ciao. Ciao. Köszönöm.
szépen. Nem tudom, hogy amúgy az a vicces, nem voltunk lent az erdőbe, csak itt fent. De és... zsebedből esett ki, vagy hogy? Elkezdtük keresni, keresni és keresni. Csak most már négyen. Ez olyan, mint a halál. Hú, ez nagyon para. Na jó, elég ebből a szarjezgető zenéből, és térjünk a lényegre. Na, 3 órával később, közben megérkezett Árod is, úgyhogy neki köszönhetjük azt, hogy nem fagytunk halálra, és... De az objektív az igen, nem tudom mozgatni. Mi a szar? Megtaláltuk este a kulcsot, úgyhogy Leo üzemképes. Találtuk, hogy hó volt. Hó volt, érted? Aha. Már ideges voltam, azt mondtam, nem lesz meg, és már feladtam az egészet, hogy itt hagyom szegény Leót. Úgyhogy így elkezdtem idegesen így a havat így... Egyszer csak így szépen kirepült az egész, úgyhogy... Igen, most valamennyire beindult. Úgyhogy Áronnak köszönhetjük, hogy nem fagytunk meg, de megtaláltuk. És amúgy egy ekkora helyen kerestük az egészet, a fákon, meg mindenhol. Tényleg megfagytunk. Még mi is megfagytunk, pedig még később jöttünk egy ilyen órával, szóval ja. Hát nem tudom, hogy bírtad. Látjátok, hogy sötét van, szóval itt töltünk vagy 4 órát, és abból 2-ös felett egyébként a hidegben. Na, beindítom az enyémet is közben. Leo! Na? Szerint. Én már, mondom, én már feladtam, mert úgy voltam vele, hogy akkor hazamegyek Pestre a másik Opel-le, nem volt ilyet, de... Pénztárcám, hogy hova raktam? Nyugi, ezt már nem hagytam el. Na, úgyhogy próbáltam a lehető legrövidebbre és legérthetőbbre csinálni, mert az egyébként egy 40 perces vlog, mármint maga a felvételek. Láttátok, hogy közben be is sötétedett, nagyon hideg is volt. Egy időben azt hittem, hogy meg fogunk fagyni, és itt most végünk van. Szüleimet meg nyilván nem akartam felhívni, mert hát az ciki. Na de Áronnak hála, ismét itt vagyok ebbe a székbe és videózhatok. Túléltem az erdélyi kalandokat. Nyilván minden haverom ugrott, egyébként csak valaki messzebb volt, valakinek még dolga volt, úgyhogy nézzük, hogy mások mit hagytak el. A haverom Johnny elhagyta az iPhone-ját még valamikor február legelején. És képzeljétek, most találta meg a befagyott úton a jég alatt, és még mindig működik. Mi? És ott van a kép, hogy tartja azt a nagy jégtömböt a kezébe, hogy ott van a telefonom. Hát igen, működik a telefon, de van pár sérülés, például az a nagy fekete lyuk rajta, az nem tudom, hogy micsoda. Ha eltelt több mint egy hónap, mégis hogy nem vette észre senki, hogy ott van egy iPhone a jégben? Én, hogyha hasonló szituációban lennék, akkor lehet, hogy most hülyének fogtok gondolni, de én elmennék az Apple-hoz, és azt mondanám, tessék, csináltok elő reklámot. Elhagytam a telefonomat másfél hónapja, 10 centi vastagságú jég lett rajta, és egy hónappal később is működik. Nem tudom, hogy nektek sikerült-e már elhagyni a telefonotokat, szerintem mostanában nehezebb, mert mindenki így megy az utcákon. Tehát tényleg azt mondom, hogy ha most egy kisgyerek rajzolna egy embert, akkor úgy rajzolja le a pálcika embert, hogy a telefon a kezében van. Mert hogy az már annyira természetes, hogy anélkül nem tud elképzelni. A telefonjaimat úgy hagytam el, hogy benne volt a zsebembe, kicsúszott biciklizés közben. Odaadtam egy haveromnak, hogy Bluetooth-on küldjön át zenét, aztán elfelejtettem visszakérni. Sőt, volt egyszer olyan is, hogy egy padra kiraktam a telefonomat, elkezdtem gondolkozni, vajon hol hagytam el, úgyhogy visszamentem a parkba, arra a padra, ahol ültünk, és ott volt a padon így. És amúgy ez nem is volt egy rossz telefon. És nem vitte el senki. Szóval vagy nem vették észre, vagy valaki jó szívű volt. Én nagyon kíváncsi vagyok, nyugodtan írjátok le, hogy ti hagytátok-e már el. Én rengetegszer hagytam el telefon, de tényleg szerintem, hogyha 5-öt mutatok, akkor az kevés. Ez a srác éppen azt meséli, hogy a nagytatája, amikor még gyerek volt, akkor a jégkorcsolyát felakasztotta egy fára, és ott felejtette. Több évvel később, amikor sétáltuk, az egy jégkori benne a fába? Tehát rendesen körben nőtte a fa a jégkorcsolyát. Hogyha én most véletlenül elaludnék egy fán, mondjuk úgy évekig, akkor engem is bezabálna és bent lennék a fába? Egyé válnék vele? Na jó, csak így. Ah! Szemüveg, ez a kis fekete keretes izé, amit én minden héten eltörök. Sanyikának az apja is így járt, hogy elhagyta az olvasó szemüvegét, aztán 2 évvel később, amikor az autója tönkre ment és el kellett vinni szervizelni, akkor odajött a csávó, hogy sikerült mindent megjavítani, nem volt komoly baj az autónak, olyan 20-30 ezer lesz, viszont ezt találtak az autóján, nem tudom, hogy az önéje. Hagyjad már! A szemüvegem nem is kell az autó, Melo! Úgyhogy igen. Történnek csodák. Gondolkoztatok már azon, hogy amikor valamit elhagytok, milyen jó lenne, ha ilyen kis csipogó lenne, és így megnyomnál egy gombot, és bí-bí-bí-bí-bí. Általában mindig jön vele, hogy hát, én úgyse fogom elhagyni, ezt fölösleges megvenni. 2 héttel később elhagyod. Egyszerűen gyűlölöm azt az érzést, ahogy így gondolkozol, vajon hol lehet, hova rakhattad. Most egyébként én a távirányítóval vagyok így, szóval fogalmam sincs, hova raktam, de tegnap délután óta keresem, és már az egész lakást átnéztem. De még mindig sehol. Egy nő elhagyta az eljegyzési gyűrűjét 1995-ben, fú, ez mikor volt, én még nem is éltem akkor. 16 évvel később találtam meg, amikor éppen a kertjében a sárga répákat szedte ki a földből. Baszki, én azt hittem. És tényleg, valaki le is írta, de én azt hittem, hogy 16 évben tehet azt a sárga répát kicuppantani a földből. És megvan az eljegyzési gyűrűje, de tudjátok, hogy mi a jó kérdés? Hogy vajon megvan-e még a férje?
Erre tökéletesen működik az, hogy a legtöbb házasság nem tart annyi ideig, mint amennyi idő alatt ő ezt megtalálta. Ez valahol szomorú, de igaz is. Vagy egyszerűen csak a répák szeretik az eljegyzési gyűrűket, és mi még ezt nem tanultuk biológiából. Évekkel később megtaláltam ezt a pólót. Még mindig kicsi rám. Mert hogy gondolom, pár évvel ezelőtt is kicsi volt, és még most is kicsi. Oh, ez szerencsétlen. Bár ahogy megfigyeltem egyébként a mai divatot, egy-egy csávó olyan XXXXXXXS pólót hord, hogy szerintem is szétrobban rajta, tehát ez még nagy is lenne nekik. Ennek a tanárnőnek volt egy könyve, amit elhagyott. 5 évvel később megrendelte Amazonról ugyanazt a könyvet, mármint hogy ugyanolyat, és kihozták neki azt, amit elhagyott. Mert benne van a saját aláírása, ugye március 2000. Valahogy nekem nehéz felfogni, hogy megveszel valamit a netről, kihozzák, és kiderül, hogy amúgy az a tied volt, csak elhagytad mondjuk 5 évvel ezelőtt. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor egy valamit nagyon nem szeretnék megtalálni. Főleg nem hónapokkal vagy évekkel később. Ti tudjátok, hogy mi az? Kaját a lakásban, na az nagyon undorító, amikor megtalálsz, mit tudom én, a szekrény háta mögött egy 3 éves szendvicset elruhadva, hangyákkal tele. Hát igen. Na, de skacok, ennyi van ez a videó, hogyha tetszett, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy nem maradjatok le a következő, mert rendszeresen vannak, illetve hogy a pandák közé is tartoztok. Ha pedig már fel vagy iratkozva, akkor egy jó nagy lájkot is dob. Remélem tetszett nektek ez az elmaradt erdély felvétel, mert tényleg nem szerettem volna felrakni, aztán rájöttem, hogy de tök jó sztori lesz, Csongi, igaz, hogy ciki, na mindegy. Azóta 3-szor jobban vigyázok a kocsi kulcsa, meg gondoljatok bele, hogyha most nem találtam volna meg, akkor hát fogalmam sincs, hogy jöttünk volna haza. Úgyhogy menjetek ki a természetben, legyetek minél többet a friss levegőn, és mint mindig én Csongi voltam. Instagramon itt tudtok bekövetni, rengeteg vicces sztorit rakok ki, meg idiótaságokat. Hát tudjátok a szokásosat. Úgyhogy ami nem maradt el az outro, úgyhogy... Ajó!